Reggel, Vietnám! Szavaztok! Inkább jó estét, mivel azért, hogy hangulatba gyűjjek, azt csinált a keeper, hogy korom sötét szobába ül itt éjszaka, mert azt mondták, hogy ez a játék ez jó, de horrorisztikus. Én meg annyira nem nagyon bírom a horrort, úgyhogy nem tudom, hogy mi fog ebből kisülni, főleg itt a korom sötét szobába, de mondták, hogy ez így kell játszani, horrorjátékot autentikusan korom sötét szobában, nem a verőfényes nappal, a rét közepén, a 40 fokba. Szóval, belevágunk a lecsóba, az erdőnek a fiaiba, ami elvileg egy ilyen túlélő játék, ami olyasmi, mint a Seven Days to Die, de meg van áldva horrorisztikus elemekkel. Szóval nem is húzom az időt, a grafikot már beállítottam, fölnyomtam nyerre, mert nem gép, hanem birgye, ugye? Ezt lehet, hogy úgy fogunk akadni, mint az istennyira. De majd mindjárt meglássuk. Nyomunk egy backet, nyomunk egy single player-t, és nyomunk egy new game-et. Elvileg van itt egy csomó verzió nehézségi fog, van egyébként még olyan is, hogy nincsenek ellenfelek. Mondjuk egy horror játékban, ahol nincsenek ellenfelek, akkor az nem tudom, az olyan nem, mint hogyha nő nélkül szeretkező, nem? Szex nő nélkül, az is jó lehet, csak egy kicsit olyan kénkeserves tud néha lenni. Na, gyerekek, nyomjuk a normálosat. Aztán valami csak kiderül itten. Tényleg elvileg ez egy ilyen túlélős fajta játék, horror elemekkel, meg elvileg valami storyline is van, szóval így föl lehet göngyölíteni a történetet, valami nyomozásos, akármicsoda, meg ilyesmi. Hát Keeper nem játszott vele, úgyhogy nézzetek el neki, hogy ha béna lesz. Hát igazából szerintem, ha 40 órát játszottam volna vele, akkor is béna lennék, szóval ez egy olcsó kifogás volt csak. Molotov koktél, minden van itt, gyerekek. Az valami ital, vagy mi az a Molotov koktél? Hát tudom ám, hogy mi az a Molotov koktél. Ne aggódjatok, nem tudom egyébként töltési idő alatt pofázok, azt így halljátok-e. Hát... Lehet, hogy bármit mondhatok. Most mondhatok a legdurvább titkot. Ha most nem halljátok, el is mondom. Na figyeljetek, mondok most egy titkot, ezt képzeljétek el. Na, majd legközelebb. A Puff Corporation. Gyerekek, Puff Corporationnek a helikoptergyébe megyünk. A sziget fölött. Egyébként ez a The Forest folytatása, vagy előzménye, vagy valami ilyesmi? Öha. Gyerekek, hát mi történik itten? Valami van ott egy a tengeren, egy piros dolog. Tudom forgatni a... Jó, hogy ez nem átvezető, hanem in-game. Akkor az úgy nem csúnya. Ja, mi vagyunk benne egy helikopterbe. Aha, már kell előre néznem. Ja, itt egy csávó. Fisáj! Halszem gyerek, ez biztos valami hacker gyerek. Hát milyen szépen ültök itt gyerekek. Exit? Ne, nehogy kimenjél. Úgy kell vinni meg egy kicsit ilyen zombi. Na mi a, mit történt? Mit valami jelet elvesztettek 7 hónap? Mi az? Laptop. Na, Edward Puffon, 63 éves, 31 napja, hete, 31 hete elveszett, az ugye akkor oké, okay. Akkor biztos nagy esélye van a túlélésre. Nézzük. Ez meg a Edward Puffonné biztos, az is 31 napja elveszett, csodálatos. És van a Virginia Puffton, az is elveszett, 31 na, hete, jó van, oké. Okay. Egyébként nézzük már körül, tök jó. Esik a eső. Ah, jó, és mit kell csinálnom? Mi van? Zsibbad a lábod? Hát nem csoda, hogyan tartod? Mekkora emberek ezek gyerekek, alig fednek be a helikopterbe. És már arra megyünk, sofőr nincsen? Vagy lehet, hogy van. Na jó van, figyeljetek, izékülére, nem? Mit kell nyomnom? Még körül nézem, D? Ó, oh, van itt izé, várjál. Van map, amelyiket nem tudom mivel rajzoltak. Ez hol, mikor játszolik? 80-as években? Ilyen laptop, meg ilyen map. Jó. És mi? E betű. Kikapcsoljuk. Na. Oké, okay, most nem gémelünk. Ja, mi az? Harcolni a démonokkal, gyerekek! Valaki ránk lőtt, he! Sanyi, ne ugráljál be azzal itt a szobába, mert itt ijesztegeted a keepert. Apádat itt ijesztegeted. Azt tudod, hogy leesett a csávó egy kicsit.
Hun vagyunk. Hey haver! Bocs! Bore! Hát ez nem baráti, na, várjál. Jön be a víz, várjál, mi az? Vízbe estünk? Mi a fasz az? Csávó, várjál, nem lehet segíteni neki? Meg van halva. Mi van veled, Dödi? Mi van veled, Dödi? Mi a... Bár vagyunk a vízbe, jaj, more. Mit kelljön, elvetít. Na. Niki. Meghalunk az elején, komolyan, akkor nagyon rögtök. Mi történt? Mi folyik a gyöngyös a gyerekek? Na jó, nem, akkor, nem hülyéskedem el, egyébként azért hülyéskedem el, mert nem szeretem horror játékot, és tudom jól, hogy én be fogok fosni. Na. És nem tudom, így ezt tudjátok, mint amikor így fütyülsz a sötétbe, mert valami hangot akarsz kiadni, hogy azzal kompenzáld azt, hogy félelmedet, meg így nézegetek körbe a szobába. Úgy utálom, meg fejhallgató vagy. És akkor így mindig hátra nézel, mert nem hallod a környezeti dolgokat. Hopp, ki ez? Micsoda izé, sukár gyerek. Üj. Jó van. Kikapcsolták, úgy látszik, a képert. Na mi van itt? Batyú? Batyút azt magunkhoz is vettük. Ó, még egy, mi az? Kinyitani vész esetén. Hát lehet, hogy az megtörtént testvére. Hol a... Mi ez? Üj. Van-e karóba húzva csávó, ha? Mit kell csinálnom? Hé, gyerek, hát te veled? Mit kefesztetsz itt? Mi is csináltál? Meg kell gyógyítani? Vannak túlélők? Az tök jó. Hello? Hű, öcsém. Ez volt a bamba gyereke, a jobb szélsőbe. Hát most sem néz ki jobban. Egyébként én egy átlagos reggel idézek ki. Kérj egy kávé, vitásod. Egy pofot levárnék neki, lehet fölébredni, nem? Nem azt csinálnád? Már csak azért is biztos nem üd vissza. Durrantanál neki egy lángost. Na, Kölvin, mi a helyzet van? Ó, bassz. Lehet neki ízéli, várja. Parancsot adni, more. Építsé tüzet, építsé shelter-t. Hát ez fogalmam nincs, nem tudom, maintain, nem tudom mi az a main, maradjél itt, vagy bújjál el, vagy maradjál itt, ez a kettő van. Tartsál születet, hát gyerek, ne szórakozzál, nem tudom. Takarítsen, vagy nem tudom, tisztítson, hány falon mi. Szerezzé sticket, rockot, logot, stone-t, ennyit tud. Elég egybites a csávó, úgy látom. Építse, igen, jó, oké, akkor várja. Follow me, tesó! Mit kell gyombi? Gyere velem! Az igen, jó. Nem vagyunk flagmák nagyon, mi? Ott a távolban van valami motorcsórak. Menjél előlem! Ott nincs a zoom. Ez mi? Mik ezek? Mi az ilyen sás? Azt hittem, hogy valami weapon. Ó, kühi. Fövettem egy kühiet, várjál! Jó, nem hülyéskedem el, nem hülyéskedem el. A többiek azok érnek egyébként, ja, föltettem ultrára, nem tudom, hogy mennyire fog jól futni. Viszont marha jól néz ki. Mármint ez tényleg jól néz ki. Ez tényleg jól néz ki ez a játék, és ez ilyen full open world elvileg. Tehát oda a hegytetőre föl tudunk költözni. Na, hát neki is fogunk vágni. Neki is fogunk vágni. Egyébként, ja, ilyen bázis építő stab. Nyissuk meg az inventory-t. Oké. Mit kell? Ezt gondolom. Open. Open. Van már egy balta. Ó, van neki, nem tudom, ez milyen attack speed-je, vagy mi az? Vagy damage-e? A második lehet a damage, az első az attack speed. Harmadik meg ilyen defense, vagy pedig durability. GPS trackerünk is van. Van lighterünk, meg van egy guidebookunk. Hát ez kell mindjárt ezzel izélünk. Ja, hát ezzel lehet fát vágni. Egyébként ez The Forest, nem? Nem túl sokat játszottam The Forest-et.
De nagyjából ismerem a mechanikákat, bár ott nem volt egy ilyen zombi gyerekünk. Mi van, haver? Hát öcsém, ennek mekkora feje van most, nem azért. Nekem is van egy jó nagy hombár fejem már, mint így a valóságban, de azért ez túltesz rajta, öcsém. Hát ez nagyobb feje van, hallod? Akkor feje van, mint kétszer a teste. Vagy kétszer akkora teste van, mint a feje, az elég aggasztó. Ilyen vízfej, itt így megkaptuk segítségnek. Jó, ezekkel mi van? Hé, csipkedik le. Koponyája kilátszik, nem, nincs jól a gyerek. Mi van, haver? Téged nem nagyon rettentenek meg itt a dolgok, mi? Ilyen póker arccal így nézi az eseményeket. Hoppá, sisak. Ez végre egyen jobb állapotban van, de annyira nem. Mi az? Learn the basic of constructions. Vagy mi a pecsövet, hogy ejtik azt? B-vel. Na, nézzük meg a könyvet. Mi ez a kopogás? Valamint így a szobában. Ez mi az? Tent. Basic fire. Torcsot is lehet csinálni. Vagy ha összetöröd, akkor tudsz meggyújtani, és tábor tűz. Ez nem tudom mi. De aha, olyan tábortűz, amit újra tudsz használni. Tehát itt nem tűnik el, nem csak elég. Bonfire. Hát ez ilyen nagyobb tűz. Nem tudom, van mi értelme. Standing fire. Hát ennek se nem tudom, ezeknek a tüzeknek mi értelme van. School lamp. Jó, ez egy ilyen lamp. Hú, ez jó. Ezek lehet, hogy tovább bírják, vagy ilyesmi, de... ja, tüzeket azért gondolom éjszaka az sötét van, akkor ezek szerint, hogyha ennyire előteti nekünk ezeket a dolgokat. Oké. Kerítés. Padló. Fal. Ajtó. Ablak. Tőmore. Gyerekek. Jó, kezdődik, öcsém, megint farmolhatom a világ összes építőanyagát. Már most látom. Defense wall. Na ne. Védelmi fal. Ez mi az? Mi az a lakat? Ja, hogy be tudod zárni. Mondom, azt hittem unlockolni kell. Mondom, az frankó lesz. Jó, X mód, vagy X az meg. Itt még több dolog. Switchboard. Ja, itt vannak az egyszerűbbek, itt meg vannak a bonyolultabbak. Hogy van ez? Te Isten. Halcsapda meg minden. Ja, hát kérek ajánlani is gondolom. Várjál, ott van egy bicepsünk egyes, vagy nem tudom mi a szaloncukor, vagy kacsa. Kacsörben egy egyes, van egy, gondolom az vízkaja. Meg az meg gondolom ilyen, mikor lesz álmos az utolsó, a jobb oldalt alul mondom őket. Meg van egy szerintem a stamina, meg van egy HP csikünk, ami eléggé le van amortizálódva. Na, gyerekek, mi a franc legyen? Mit kell csinálni? Na, M-mel elő kell venni a... Aha, M a térkép, GPS. Szuper. Viszont van rajta óra is, ma D van, na de jó. Lehet zoomolni. Ott van a helikopter, oda esett be. Abból lehet, hogy lehet kinyerni dolgokat. Ja. Nem is lehet kizumolni teljesen, hogy lásd az egész szigetet. Oké, okay. Jó, figyelj, nem tudom, hogy mit fogok csinálni, de jó, itt egy hal. Ezt a buzogányt, ezt elő kéne venni. Jó. Van ott egy sátor, az lehet, hogy valami tábor, vagy valami. Na várjatok, nézzünk körül, hogy mit kéne lootolni, mert szerintem köllene minden is. Ezekben a játékokban általában ez a progressz, hogy szödjél össze mindent. Gyuna, Jenő, gyere. Ezt kéne nevezzem valahogy, hogy ne legyen, ne Kelvin legyen, vagy mi az. Kevin? Te Isten! Jó, meg vagyok veled áldva, már látom, ez meghalhat. Beküldöm a izé. Ó. Duct tape! Új craft elérhető, de jó nekem. Jó, most szerintem nem fogok duct tape-ből csinálni ilyen űrhajót, gondolom. Úgyhogy most gyűjtögessünk. Pókok volt a kül alatt. Mennyi idő van? 12:48. Haver! Mi a szar csinálsz? Te valod? Nem vagy jól, nem? Ez a haj, az utoljára izének volt. Sebestyén Balázsnak, szerintem.
Még a Balázs showba. Az a hal ez. Don't working. Jó, hát igen, tényleg mindent szedjük össze, amit tudunk. Itt vannak ilyen tatyák. Mi az? Metz, meg izé volt, elem. Küj. Van nekünk lábunk is, az tök jó. Ez mi ez? 9 mm-es lőszer. Pesto is van? Adja a pestoit. Egyébként itt a térképen van egy csomó ilyen ikon. Azokat gondolom, hogy fel kell deríteni, vagy nem tudom. De hát jó. Ez mi? Elem. Valami ponyva, vagy mi a franc volt az? A gránát! Jaj! Komoly dolgok vannak itt. Volt valami kaja. Meg tele van izével zseb... Ha azért, nem tudom, ez a mi cuccunk? Van meg kalapács védel, egyszerűbb. De ezt nem lehet kivenni, de nagyon vicces. Jó, ne tököljünk gyerekek, mert itt általában egy ilyen játékban az idő az pénz. Mi van, legugolok, akkor ő is legugol. Egy, gondolom, követi a dolgok. Ott egy táska. Még egy volt az összes táska. Nem tudom, hogy bemenjek én a izébe. Helikopterhez. Figyeljetek, izé kéne. Hát ha építkezni lehet, akkor lehet, hogy le kéne telepedni. Mennyi idő van? 13-20. Így szokára, vagy nem tudom. Tényleg ennyi volt az összes cucca, hogy itt tudtam összeszedni. Itt az elég gér, haver. Nem tudom, meg vagyunk áldva, úgy látom. Tudom, hogy alok, hogy mit csináljunk? Hova kéne letelepednünk? Tök mindegy. Vagy először felderítéseket végezzünk? Vagy mit csináljunk? Hát nem tudom, hogy a horror elemek mikor jönnek, remélem nem lesz ilyen jumpscare. Jumpscare. Ó, ott is van egy izé. Mi ez? Ó, itt van az izé. Mi ez, egy ilyen barlang? Vagy mi a faszod? Oda nézzé. Hát ez lehet, hogy nem kéne ide már menni így instant. Hallod? Hát itt megbasznak minket? Kelvin, gyere már ide! Hogy lehet bevenni? Sehogy. Ja, még ott egy izé. Aha. Bemerjek menni, gyerekek? Vagy itt... Itt izé lesz. Harakiri lesz, mi? Hallod, kapás? Nem tudom, ez szerintem lehet, hogy nem kéne. De ezek nem túl biztatóak, ezeket felakaszgatott ilyen csontbalak. Jó van, először figyeljetek, telepedjük le. Lehet, hogy ennek a közelébe kéne azt, hogy bevegyünk, azt rendet teszünk. Na, valami jó, jó helyet tényleg keressük magunknak, ahol letelepedünk. Én szeretem egyébként a tengerparti letelepedéses zónákat. Mindjárt meg, hol van a gyerek? Hol a Kelvin? Te hallod azt, mi, hol kepeszted? Figyeld. Ez megy valamerre. De vannak itt utak is, ott látom. Ja, a tengerpartos letelepedési zónák azért tök jók tudnak lenni, mivel csak egy irányból tudnak támadni. Hogyha támadnak, ugye? Valószínű fognak támadni. Hol van a Kelvin? Itt mutassam. Gyerek, ne varítsál! Szépen viselkedj. Valahol keressünk valami letelepedési zónát, gyere! Gyere, gyere! Nézzük meg ezt a mapot, vannak itt, aha. Arra. Jó van. Ott meg van hó! Nézzük, hogy hova lehetne letelepedni. Gondolom, jó sok építőanyag kell, tehát az se nagy megoldás. Figyeljetek, kicsit izélünk, kicsit így bóklászunk. Ja, ez egy út. Itt van egy út. Ha, itt van egy út. Vannak utak, lol. Én azt hittem, hogy ez egy ilyen elhagyatott sziget, hogy nincsenek utak. Itt van a helikopterünkben, nem tudom, azt érdemes-e... Hoppá, töltöd valamit, nagyon hallod? Szó szerint töltés volt, hogy a gépe is elkezdett röcögni. Bocs az akadásért. Remélem, hogy nem fog ilyen nagyon sokszor előfordulni. A parton érdem... Mi a fasz? Szerintem tölt bazd ez a játék. Mármint ilyen grafikai akadás nincs, de ilyen töltés az volt. Na, itt a parton lehet, hogy körül kéne esni, testvérem. Hát, ha találunk valami jó kis zónát, vagy pedig valami érdekességet. Nem tudom, beérünk egy faluba, gyere, gyere! Mik ezek, he? Na. Ja. Ütöm mind a jözé trépádba, az-e. Aha, hús.
Kaja az kelleni fog. Aha, nem, a izőt vett. Bazz, de ott a kaja is. Kaja. Kaja, kaja, kaja. Oda nézzi, fúj de gusztustól a harod, széttéptük mind a szart. Itt van még egy, azért akkor már... Csak ezt a boltát ezt mindig elrakja, ne szólok hozzá. Hányat kell ráverni? Egy, kettő, három. Oké, most már lehet a nyúzás mehet. Jó, ízét elrakjuk a páncélját egyszer. Nem tudom, hogy hova. A fejét, bazd, a fejét. De mi van ez? A feje. Fúj, bazza. Ez most mit csinál? Így csavargatja ki a fejét. Mi? Ez mire jó? Ezt nem tudom értelmezni a dolgokat. De viszont itt lett húsunk. Itt vannak a kaják, itt vannak a gyógyszerek. Hú, ez tök jó, el van rendezve. Robbanóanyagok, fákja. Itt vannak az ilyen millivapernek, úgy látom, ez mi a fasz. Ó, világítás. De jó. Most soha nem találom meg a fejéret még egyszer. Na, itt van. Kövek, jó, így kiterítjük magunk köré az egészet. Ez nagyon beteg. Tactical jacket. Feljük fel. Ez kell nekünk? Hogy kell felvenni? Érdekes, nem veszi fel. Szóval komolyan. Bal gombot nyomok rajt, amit kellene elvileg, de nem veszi fel, nem tudom miért. Lehet, hogy az van rajtunk, vagy hogy van ez? Gézi gránát, backpack. Gyerekek. Egyszerű az élet, jó lesz itt, csak nem tudom, mit csinálok. Na, várjál, nem volt ilyen, azt hiszem, hogy volt olyan, hogy ruha. Tékloti, aha. Adhatnék rá ruhákat, de úgy látom, hogy nincsen. Jó, akkor nincsen, aha. Akkor nem tudom, hogy azt miért lehet, vagy mire jó az. Na, menjünk tovább, basszus, csak húzzuk itt az időt. Azt ez nem biztos, hogy jó lesz nekünk. 15 óra egy van, nem tudom mikor sötétedik ezen a helyen. Valami olyan helyre kéne letelepedni, ahol szerintem sok... Figyelj, most hol a csávó, bazza? Most ott maradt. Ja, nem mondtam neki, hogy follow... Hát gyere már, tesó, ne szorakozzá! Ej, more! De még ott is jönnek ezek a teknősök. Viszont ez a teknősök, ezek tök jó, mert ilyen kifogyhatatlan kajaforrás, nem? Figyelj, teknős tojás dikoz. Hallóan? Várjál, már nem bírom ki, hogy ne csapja magyar őket. De ez biztos kelleni fog kaja, mert igazából honnan lenne. És ezeket megszabadító ugye a testrészeiktől. Gyere, Tibi! Most nem tudom, mi az a biceps egyes. Fogalmam sincs, mi lehet. Ja, a fejét azt nem veszem fel, mert ezt csak szorongatjuk. Na. Lesz egy csomó kajám, tök jó. Ja ne... Nem is bírja el már, bazza. Ja, azt a hús se bírja el. Hát ez kellemetlen. Jó, mindegy, akkor nem túl sok mindent tudunk magunkkal vinni, úgy látom. Inventory. Ja, itt vannak a nyers húsok. És meg is ehetnénk így, de lehet, hogy nem lenne jó. Itt vannak a tojások. Ja, itt a kaja. Itt tök jó el van rendezve, ezt tetszik. Gyere, Kelvin! Gyere, Kelvin! Keresünk egy jó kis helyet, ahol tudunk halcsi-balcsizni. Nem tudom, hol telepedjek le. Egyébként pont az a rész, az tök jó volt. Egy ilyen hegy ormon, mint ami ott van fönt, az is tök jó lehet. Mert ott meg... Ott meg megint nem tudnak támadni, hát ott szembe. Kelvin meg tornázik, nem tudom, mit csinál. Ott szembe van az a hegy. A sziklaszírt, vagy hogy nevezik. Vagy bemenjünk a belsejébe a szigetnek? Hát nem tudom. Mondjuk ott meg tök jó, tök sok izé van, nem? De hallod, ez miért ilyen lassú ez a kelmén? Mindjárt megborulok. Itt is van ilyen technőc, backnőc. Viszont itt meg sok kaját tudsz szerezni. Belenézzünk, lehet, hogy a beljebb, jó? Nézzük meg. Még haladunk az egyik izé pont felé. Ilyen pontocska felé. Mondjuk a havas részt is élném. Meg a hegytetőt. Hú, mondjuk itt rohadt nagy távolságok lehetnek, mert alig mentünk. Pedig már egy jó ideje közlekedünk. Figyelj, alól, a csávó léci, valamit okozzá. Ez miért ilyen lassan megy?
Hány óra van? 15:50, meg kéne jegyezni, hogy mikor fog levenni a nap. Mert már most körülbelül sötétedik, hitted. Sötétedik már odakint. Remélem, föl tud ugrálni. Jó, leszarom. Elboldogulok én. Tök nem tudom, hogy hova lenne érdemes. Mindig ez a... Hova telepedjünk le? Hova telepedjünk le? Mindig ez megy nálam egyébként. Jó, tesz. Aha. Valamilyen növény, nem tudom, hogy mi az. Azt írja, én kérdőjel gondolom. Mocsárvilág? Mi a faszom az? Az mi ott? Néha. Ez mi? Mi az egy darab ponyba volt. De hogy a francnak rakja el mindig a baltámat? Hú, ez elég szar hely, nem? Vagy olyan, nem tudom, elég para. Na látjátok, én például rohadtul nem nagyon szeretnék ilyen rohadt para helyen lakni. Oh, se vegye meg. Hát ez nagyon fogsató. Jó van, menjünk innen a francba. Egyébként, ja, minden hatalmas távolságok vannak, ahogy látom. Úgyhogy hiába megyek, alig távolodunk a helikoptertől. Szóval ez, bejárni ezt a mapot, ez nem egy ilyen egy-két órás folyamat lesz. Hol a Kelvin? Meg ilyen, ó, ott van egy ilyen szikla, olyan szikla, amelyiknek, hogyha fölmennék a tetejére, akkor ugye egyik irányba tudnának támadni, ez tökélném. Mi ez itt? Motorcsónak! Kisutunk a szigetről, megcsináltuk, kész. Vagy mi ez itt? Nem motorcsónak, vagy mi? Kajakkenú! Szereztem kaját. Hú, egyébként ilyen mászkálni is úgy látom, hogy ezt megéri. Ennyi volt. Mert például kaja, mi ez? Mi volt? Bilincs? Ja nem, 10 év volt, távcső volt, hallod? De jó. Hol a távcső? Itt a távcső. Ez fasza. De nem lehet zoomolni egyébként. Viszont ott van még egy csaurak, a Kelvin az meg... Ott meg van egy itt vannak dolgok, ez a tápcsőben jó észreveszi a keeper. Kelvin szerintem bele van keveredve a dolgokba. Ha nem meg ilyen akar gyűri. Na, viszont itt van pornóújság. Gyerekek, itt tök sok lúd van. Hát, mi a szigony, vagy mi volt az? Tök frankó. C4, micsoda volt? Jézus úristen. Valami C4 alkatrész, hogy mi a francot ír. Szivárvány van! Jaj, de szép! Hol a Kelvin? A Kelvin, az nem is jön. Úgyhogy nem tudom, mi lesz ezzel. Ez egy kicsit aggasztó. Mondjuk szerintem mozog az. Nem jön. Hol van? Itt kéne jönnie. Ott jön, bazzák. Figyelj, ott áll. Micsi, integet? Vakarja a fejét, öcsém. Jó, kifogtam. Pont a legnagyobb debil az, aki itt túlélte a dolgokat. Ezeket nem lehet felvenni. Óra, gyerekek. Milyen lehet üzletődni? Kaja? Ezeket jól át kell nézni, te. Vánkos? Nem vánkos valakinek, gyerekek? Vánkos? Kelvin, gyere már, ott a botladozik. Mit csinálsz? Ugyan nagyon lúzert kifogtam. Na, ott van egy ilyen nagy sziklaórom, nem tudom, hogy tudnék oda följutni, de az mondjuk tök jó lenne oda fölköltözni. Valami olyan hely kellene, bázis szempontjából, ami jó védhető, tudod-e? Stratégiai fontosságú a dolog, nem azért, mert itten... Ez jó, oda föl kéne menni, és a legszélére kiköltözni. Akkor ugye innen nem tudnak támadni meg. Az tök jó, de szerintem egyébként kezd sötétedni. De miért 17 órakor sötétedik? Arra sem nem ette meg. Úgy utálom az ilyet a játékokban, hogy már izékos sötét van. Jó, hogy nem, D-be van, te vakoskodjak. Na, ide fölmegyünk erre, ez lesz a stratégia.
Ilyen bogyót azt tudunk gyűjteni. Úgy látom, hogy ugye mindenből megvan, hogy mennyi a max, amit gyűjthetsz. Más slotokra nem pakolja át, tehát így, mit tudom én, hús ide kerül, ez megtelik, Isten áldjon. Meg igazából minden így van, valami üdítőt is szereztünk. Van kettő izég, óránk. Úgyhogy faszom. Külyet azt már nem tudunk fölvenni. Külyet! Komolyan nem direkt csinálom ezt a parasztos dubát, csak néha annyira belerázódok ebbe, amikor túl sokat, túl sokat kommunikálok itt a rádon az emberekkel, akkor ízé vagy átmegyek ilyen parasztba. Mert egyébként így nem tudom, így a falusiak azok tudják, hogy nagyon sokszor nem is azért beszélsz az ilyen emberekkel úgy, ahogy, hogy mint tudom én ki akarod őket figurázni, vagy kirevetni, hanem azért, mert nem tudom, így beakasz, nem is szándékos talán. Új, egyébként ez a tisztás, ez tök adja. De itt meg nincsenek fák, figyelj csak ilyen, hú, bazd meg, mi van itt annál. Mármint ilyen vékony pálcák vannak, ez meg semmire való. Ez mi? Egy nagy kűj. Ugye nekik rohadt sötét van, hallod? Kellene csinálnom tábortüzet. Az hogyan volt? Hol van a Kelvin? A Kelvint meg lehetne bíznia, hogy dolgozzon valamint. De egyébként tök jó, mert ahogy megy le a nap, látod? Úgy. Az úgy működik, hogy ott még világos van, mert mit tudom én hol megy le, itt meg már be van árnyékolódva. Ott is például még egész világos azon a részen. Na hú, vagy Kelvin, figyelj, kölled nekem dolgozni, csináljál nekem egy tábortüzet. Vagy alvóhelyed, vagy valamit. Ah, meggyűjt, várja. Megbízzuk legalább ezt. Hello, szia, ne ütögesd a füledet, mert nyakon verlek. Építsé. Sheltert építsé, tesó. Nyomjad neki. Nem az én alapanyagom fogy akkor, nem? Vagy az enyémből építi? Vagy hogy van ez? Na. Az? Mit csináltál? Fötöverte azt a, nem tudom, nájlonzott zsákot. Aha. Ennyi volt. Ha, bazze, nem vittett túlzásba, tesó. Rámentünk a funkcionalitásra. Kéne, ija, kéne alcsibolcsizni egyet. Oké, gyerekek. Ó, jó, a reggelet. Szuper. Mit? El lehet, meg lehet nyomni. Azt mondja, hogy éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk. De akkor eszünk, kiszunk, nem tudom, mit tegyek. Van ilyen energia szeletem. Van ízét ilyen. Ez szerintem C, bazze, C4 kocka honnan a francból? Jó, oké, ettünk, ittunk, nagyon nem vagyunk túlzásba esve. Majd mit tudok megenni, ezt megehetem? Utáj, blueberry csak megeheti. És ezt is földobja és bekapkodja, beszarsz. Jó, és ezt megehetem? Jó, hát igazából úgy látom, hogy gyűjtögetni így el lehet. Ez mi? Oké, jó, hol van a csávó? Mi? Aludtál? Bocs, ha megzavartalak, ne haragudjál meg. Valamerre körül kéne nézni, engem nagyon érdekel egyébként, hogy mit lehet itt találni a szigeten. Megmondom őszintén, hogy nekem az a havas rész, még hogyha nem is ilyen nagyon magasan, de figyeljetek, ott van ilyen erdőség, ami ilyen havas részem van. Azt tök adnál, mindig ilyen izéváriás vagyok. Hú, de jól néz ki. Egyébként rohadt jól néz ki az a játék. Figyelj, pókháló. Várjátok, lehet, hogy kellene egy izé. Egy ilyen. Itt van nem messze egy ilyen jel. Úgyhogy addig lehet, hogy el kéne menni. De bazza, azt a sajtot nem kellett volna elbontani, vagy valami? Várjál már. 7 óra 30 óra mennyi van. Tök jó. Hello, haver, figyelj! Hol van a sajtörünk? Azt neki indulunk, megnézzük azt az első pontot, nem tudom miket kell csinálni tényleg ebben a játékban. Várj, ezt nem tudom így elbontani? Vagy valami? Szétvertem. Mi fasz volt ez? Hey Kelvin, te rikogy álltál? Valami ordétot, hallod? Valami rikonyát. Hú, de magasan vagyunk, tök jó. És az mi ott?
Valami ordétozik. Ott van valami. Mi az? Sárkány repülő vagy micsoda? Lehet vele repülni. Ezeket a beriket összeszedem, mert ez tök jó ilyen frikaja. Valami ordítozott. Jó, innen lehet, hogy le lehet repülni egyébként ezzel. Nem vagy mire jó? Aha. Ezzel le lehetne repülni, de én nem akarok lerepülni. Elrakni meg nem lehet. Hát jó, följöttünk ide. De nem tudom, valaki ordított. Ja, lehet, hogy nem kéne meghalni. Első résznek szerintem egy ilyen felfedezés, ismerkedés. Lehet, hogy nem is fogok bázist építeni most instant. Hanem így igazából ismerkedjünk meg a dolgokkal. Hogy mégis mi van itt. Nyomjak ellet. Ez gondolom lehet világítani. Jó. Fanka, jó, nem tudom, nem tudom. Meg kéne néznünk M-et. Tök jó, hogy két keze van a karakternek, és így azért lehet tartani ezeket a dolgokat. Nem, meg kéne néznem azt az jelet. Van valami felkiáltó jel. Ez nem nagyon elhagyatott ez a dolog, nem? Figyeljétek. Jé, mi ez? Ezek ilyen földmérők, figyeld már. Ez olyan, tudod, ilyen földmérő valami, csak burulja már. Jó, viszont így szarrá tudod lootolni magad, akkor érdemes lehet, hogy így fölfödözgetni. Sőt, még ilyen helyen le is tudnál telepedni. Tök jó kaját is. Jó, de nem is rossz dolog egyébként, hogy így össze-vissza bóklászunk. Mi fasz volt ez? Azért köszi, hallod ott egy csávó. Fönn a fán. Bazzá, ez így köz... Azért nem láttam, basszus, ez a fákon közlekednek, hallod egyik fáról a másikra ugrál. Ott van fönt a fán. És úgy közeledik, figyeld! Kurva nyelet! Figyelj, most elnézek másfele. A köcsög megint eltűnt, bassza, hova tűnt? Te hallod, ez nem biztonságos hely. Ott mutat! Ott mutatta a Kelvin, bassza! Oh. Be vagy fosva, mi öcsém? És hova futsz, bazza? Ne fuss el! Kevin! Ne hagyj itt! Mi villogott a mapon? Ott mutat valamit a mapon, valami villog. Bazd meg, Kevin, hallod, nem jó helyen vagyunk, na, ember. Ezek a fákon közlekednek, hát ezért nem látod őket, hiába nézek körül. Mi a pöcsön villog itt a mapon? Jó, az a sárkány, jó, nem érdekel. Jó, menjünk innen, vagy nem tudom, hol kell vinni. A francban, hogy ez meg mindig így eltűnik. Egyébként annyira meg van csinálva ez a dzsungel, hogy így körülbelül nem látod, de nem dzsungel, de ilyen erdő. Hogy így tök nem látsz semmit. Ez egy ilyen rádveti magát, szerintem ilyen olyan jumpscare lesz, hogy ez megőrülsz. Hát csoda, hogy kiszúrtam. Gyere, Kelvin! Hú, rendesen aggódok a csávóért, komolyan. Oppa! De legalább világos, ó, nem tudok többet elvinni ebben se. Ja, hát gyerekek, le kell telepedni ide olyan helyre, baze. Hogy mit tudom én, csak tényleg egy oldalról tudjanak támadni. A francokat jesztegetett, Kelvin. Mert ugye itt tényleg az van, hogy alig veszed észre őket. Tényleg egy ilyen szikla oromra kellene valami bázist létrehozni, vagy valami ilyesmi. Egyébként bőszre jól néz ki az egész. És nagyon funkcionalitásra van kiegyezve már, mint úgy van megcsinálva. Ottan futkorászik, figyeld, figyeld.
Sőt, nem is egyenlő van. De jó! Ez megtámad? Ott mutatja Kelvin. Jó, látom Kelvin. Nyugodjál meg. Ezek lehet, hogy nem is támadnak, bár szerintem meg rohadtul igen. Meg már kettő van belőlük. Jó, ma mindjárt szét leszünk cincálva, ma most érzem. Ez itt egy nagy szakadék. Hát nem nagyon felhasználó barát az erdő. Mármint így nem tudom, hol tudnék letelepedni, hát semmiképpen nem úgy, hogy be tudnak innen-onnan támadni. Mi a? Mi a? Rozsomák! Mi volt az ilyen mosómedve? Nem tudom, mi legyen. Itt van egy út. Elvileg, itt egy út. Jó, Kelvin megint elmaradt, tök jó. Remélem nem döglik meg. Még az hiányozna nekem, de egyébként egész jó után nem tudott jönni. Hát, nem tudom. Remélem, hogy nem basztatják, vagy valami. Ja, valami jó helyet kéne találni. Mindjárt itt vagyunk, nézzétek. A felkiáltójárni, megnézzük, hogy az mi. Kíváncsi vagyok most már rá. Viszont gyerekek, alig van HP-nk, és azt hiszem, hogy ez arra jó, ugye? Aha, jó, ez föltolja. Mert az a baj, hogy még mellénk ütnek, attól is meg fogunk dögleni. Tök jó néz ki, amikor napos az idő. Hát meg ezek az erdők, ezek jó, rohadtul ki vannak, meg vannak csinálva. Meg ugye elvileg minden fát, minden bokrot, mindent ki tudsz vágni. Rohadt életbe. Tudod, mit érzek ebbe az erdőbe? Ilyen diszkomfortot. Ilyen szar, hogy nem érzed magad biztonságban egyáltalán. Így ki akarok nézni ilyen helyeken, hogy hát, hogyha... Mi a fasz? Bazzeg, itt egy sír. Na, egy ilyen helyre letelepedsz, mindenhonnan támadhatnak, nem látsz semmit. Úgyhogy ezeket mindenképp kerülni akarom. Ott van egy olyan mormonta, vagy mi az. Hello! Baszod. Jó, mindjárt odaérünk ehhez az első felkiáltójelhez. Remélem, hogy nem az lesz, hogy itt meg fognak minket hágni. Ugye kiderül. Egyébként a Kelvin gyerek az jön ám, csak rohadt lassan. Meg mindenhol vannak ilyen élőlények, mindenféle. Amikor... Aha. Itt vagyunk, bazza. Mi van itt? Nehogy már ki kell ásni, öcsém. Hanem elkezdi ássam ki. Szóval hogyan? De gondolom, hogy kell hozzá ásó, nem? Nem nagyon mutatja, hogy ezzel így hiába csapkodom a földet. Jó, nincs ásónk. A fasz, mik futkoznak? Jóaj! Gyerekek, valami, nem tudom, valami olyan helyre, ahol nem tudnak megtámadni mindenhonnan. Menjünk el gyorsan, vagy Kelvin egyébként jön, hát ezt nem tudtam kiásni. Mindenhol van mindenféle élőlény, meg full parád az egész hely. Az éjszakáról gondolom ne is beszéljünk, meg lehet, hogy éjszaka fognak támadni. Valami jó helyet kell keresnünk, ahol le fogunk telepedni. Itt is egy baz, mi a faszom már? Úristen, nem hiszem meg, amolyan mondom. Jó, mosómedvék, szehúzzatok a rádba, én... Itt egy csávó. Ez meg van hallva kicsit, nem? Kicsit meg van nyomorítva, de viszont volt nála 9 mm-es lőszer, van egy laptopja. Az mi volt? Az a
Már megint itt vannak ezek a köcsögök, de ezek nem nagyon... Most majdnem lecsaptam egyet neked, hallod? És nincs zene. Rájöttem, hogy miért ilyen nyomasztó, leginkább nincs zene. Hanem egész végig így izé van. Ilyen... Hát ezek a csávok, ezek lehet nem támadnak, mert nagyon úgy néz ki, hogy leszorják. Egyébként puskalőszert is találtam már. Tehát itt vannak bajok azért. Ilyen helyen tudnál aludni is, meg menteni is. Tehát nem muszáj neked bázist építeni, de gondolom egy idő után ezek gondolom támadnak. Na, ilyen beltetés van, hogy izé. Ja, tudom, egyébként ott van fenn... Hú, te hallod, nem jó helyen járunk szerintem, vagy nem tudom. A fasz van már meg itt? Ordítoznak, hallod Kelvin, mit csináljunk? Ne! Ez meg valami másfajta he. Kelvin, baj van, bálok mögéd. Mennyi? Megbosszullak. Kelvin, ne, itt maradjál velem. Mi a kösz? Mi az? Ki ez? Ki ez? Ez egy ilyen... Ez... Mit ugrál? Mi a... Ez egy civil ember. Gyere ide. Beszélgetünk? Mi a... Jó van, bazd meg, itt nekem végem van, bazd meg, most látom, hogy nem tudom, ezek támadnak? Jé. Te, ezek egymást ütik, hallod? Ezek nem egy fal. Mi volt ez, bazd? Hol a Kelvin? Kelvin, légy szíves! És tudnak fára mászni, tök jó. Nem tudom, az a csávó, az például olyan volt, mint egy pilóta ruhába lett volna, nem? Ez olyan zombi volt? Látom, igen, tudom, mindenhol vannak, képzeld. Menjünk innen a francba, nem tudom. Ezek így gyülekeznek körülöttünk, szerintem elegen lesznek, úgy szét fognak csapni, mint a szart. Gyere, Kelvin! Kelvin, gyere, meg nincs zene, és ezek olyan hangtalanok, mint az állat, esetleg kurjantanak egyet, akkor veszed észre, hogy itt vannak. Ott az a csáv, ne ezzel kéne valamit csinálni, hát ez... Ez konkrétan ez egy modern ember. Mi a fasz? Ez egy baz... Ez egy maszk rajt. És hova tűnt? Jibaza. Kivágtam még a bokrot is. Jobb gomba lehet védekezni, he. Ő is védekezik. Jó, hova? Azt a nevert egy olyan pofont, hogy várjál. Várj, ilyenkor megáll az idő. Hé, ott a Kelvin mögöttem, mindjárt leüt neki egyet. Ilyenkor megáll az idő, úgy látom. Segíts, Kelvin! Kelvin! Megöltük. Ezt nem lehet szétválni? Ez nem támad. Ezek a fekete emberek nem támadnak, hallod? Ez konkrétan nem is ütött vissza, hanem elmenekült. Ezek nem tudom. Na, húzzunk innen. Kelvin az meg elfutott a frágba. Hát köszönöm szép. Ott egy füst. Ott vannak valakik. Talán valami barátságosak. Kelvin az miért futott el? Vagy mi történt vele? Kapott egy pofont, azt már is rohan. Hát ez nem valami jó barát. Itt van valami tábor. Hol vagy, Kelvin? Mi is jön? Elvitték, vagy mi? Kelvin! Kelvin! Hülye vagy, mit csinálsz ezzel a kop...
pucér emberrel ott bazza. Egy késse futkárgeti, késse bazza, Kelvin. Jaj, Kelvin, hova mész? Kelvin, de nagyon rácsaszt őcsém, ezt kergetik, hallod, egy hal... Egy kazol csávó kergeti Kelvin. Jó, jó van akkor. Gyerekek, nem jó helyre keveredtem. De itt lehet, hogy vannak jó utok, nem? Ez az ő bázisuk, gondolom. Hát nem zirám. De Kelvin elcsalta őket szerintem. Vagyis nem elcsalta, nem szándékosan csalta el, hanem konkrétan Kelvin üldözik, de itt van kettő hülye még. De ezek nem, meg nem támadnak. Lehet, hogy vannak ilyen barátságosak. A pillangó rászállt a izajra. A baltámra, ez biztos égi el, hogy itt fog megdögleni. Pénzük is van ezeknek, kiraboljuk őket. Mi a f... Mi volt ez, bazze? Az anyád! Úgy gyerekek, lehet, hogy nem vagyunk jó helyen. Ajaj. Aha, el tudjuk vágni a köteleinket. Kikötöttek minket valami oszlophoz. Csak szerintem az a sokra... El tudnánk vágni? Elbetűvel? De hát mit, mire megyek vele, érted? Várjál. Te leszarom. Hol van Kelvin? Ez mi? Ott a hátizsákom, azt kell gondolom. Szóval fussunk. Hú, futás! Koporsok, Dick! Hol van Kelvin? Kelvin is el van kapva! Jó, menekülök, leszorom. Gyerekek itt... Ezt már elmond csezve a mentés, én már most láttam már, mint így... Jó, ezek jönnek utána, jó. Ezt mindenképpen szerintem Kelvin az lehet, hogy izé, hogy ott van még mindig, vagy nem tudom hol van. Lehet, hogy őt is elkapják ilyenkor. De ezt mindenképp azt kell, hogy amikor elkezded ezt a játékot, kapásból bázist kell építeni. Vagy pedig nem kell ólálkodni nagyon. Gyerekek, ez szerintem Kelvin az ott maradt. Maradt nekem még valami, amivel tudom HP-t tölteni? Ez ilyen furcsa. Egyébként... Mit csináltál? Most majd mindjárt megbosszulom Kelvint. Na remélem, még nem ették meg. Na figyeljetek, mindjárt rendet teszek, ezt elfelejtettem, hogy van gránátom. Lehet lopakodni kéne, nem? Okosban. Mondjuk ezek ellen? Fan fönn van, érted? Ráugrik a fejedre. Mindjárt bedobok egyet nekik, na figyeld. Csak nem tudom, hogy ki kell biztosítani, vagy valami. Ott van, hogy mennyire látszunk. Mert szerintem ez így... De ezek a fekete emberek, ezek szerintem... Ott van, kapd el, haver. Kibiztosította már. Hát ez fájt, mi? Hű, még mi is megsüketültünk, gyerekek. More! Nesze! Kézigránat. Jó, menjünk a francba. Itt van valahol Kelvin. Szerintem lehet, hogy mégiscsak meg van szögve. Nincs semmi HP-em. Hol faszba van ez? Itt mutatja. Kelvin itt mutatja. Ott ő az. Ott fut, bazza. Ja, hát ezért futott. Jó van, oké. Okay. Ja, hát ezt valahogy úgy kell a gyerekek megcsinálni, hogy itt szerintem bázisépítés egyből. Hát ezek széttrancsíroznak. Most és ilyenkor megint kitől ki... Ja, meg is öltek. Az úgy fasza. Jó van gyerekek, akkor hát írjatok tippeket, hogy mit csináljunk. Szerintem az kellene, hogy spawnolunk, lezuhanunk a helikopterre, és kapásból ott kiépíteni valami bázist, aztán onnan esetleg elmászkálni, meg ugye menteni minél sűrűbben, ahogy tudunk.
Meg ugye, hogyha van egy bázisunk, akkor tudunk menteni is, meg aludni is, a shelterbe ugye, hogyha ki van az alakítva. Hát jó, hát ez egy eléggé veszélyes. Mert így ránk szórták a cuccainkat, amik így megvoltak. Így akkor magyarul egyszer elkapadnak, akkor ezért meg tudsz szabadulni, és utána meg akkor kapuk. Hát, az ilyen volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hát szerintem nagyon érdekes ez a játék, úgyhogy valószínűleg, hogy lesz belőle a következő rész mindenképp. Sziasztok!